Makó és Gyöngyös után most Salgótarjánban történt meg, hogy egy cég kirúgta a magyar dolgozóit, hogy EU-n kívüli vendégmunkásokat vegyen fel a helyükre. A módszer pontosan ugyanaz, mint a korábbi elbocsátásoknál. A cég vendégmunkásokat vesz fel, betanítatja őket a magyar dolgozóival, akiket aztán szemrebbenés nélkül rúg ki egy pillanat alatt. A Dobrev Klára vezette árnyék kormánya a kormányváltás után meg fogja tiltani, hogy bármely cég magyarokat rúgjon ki azért, hogy helyettük vendégmunkásokat alkalmazzon. Meg fogjuk védeni a magyarok munkahelyeit és a magyar családok megélhetését, ehhez azonban kormányváltásra és szociáldemokrata fordulatra van szükség. Orbán Viktor az alulfizetett vendégmunkában és a magyarok kirúgásában látja a magyar gazdaság jövőjét, mi viszont a jól fizetett magyar dolgozókban. Nélkülük nincsen sikeres Magyarország. Szociáldemokraták vagyunk, ezért arra készülünk, hogy a béremelést és a jól fizetett magyar munkaerőt támogatjuk az alulfizetett vendégmunkával szemben. Mára teljesen világos, hogy Orbán Viktor hazudott a magyaroknak. Amikor azt mondja, hogy csak üres álláshelyekre lehet EU-n kívüli vendégmunkásokat felvenni, hazudik. Még csak január közepe van, de már három esetről tudunk, amikor magyarokat rúgtak ki azért, hogy EU-n kívüli vendégmunkásokat hozzanak a helyükre. Orbán Viktor akkor is hazudott, amikor azt írta a vendégmunkás törvénybe, hogy csak annyi EU-n kívüli vendégmunkás lehet behozni az országba, mint ahány betöltetlen álláshely van. Ezzel szemben az igazság az, hogy már most 40 ezerrel több vendégmunkás érkezett Magyarországra, mint ahány betöltetlen álláshely van, tehát magyarok fogják elveszíteni a munkájukat a kormány miatt. A Dobrev Klára vezette árnyék kormány a kormányváltás után meg fogja tiltani, hogy bármely cég magyarokat rúgjon ki azért, hogy helyettük vendégmunkásokat alkalmazzon. Meg fogjuk védeni a magyarok munkahelyeit és a magyar családok megélhetését, ehhez azonban kormányváltásra és szociáldemokrata fordulatra van szükség. Szociáldemokraták vagyunk, ezért arra készülünk, hogy a béremelést és a jól fizetett magyar munkaerőt támogatjuk az alulfizetett vendégmunkával szemben.